Sziasztok, Seth Stilinski vagyok az Inside Star Citizen összefoglalóval. A mai epizód első témáját a sisak és lencse kijelzők alkotják. Ahogy a témából is látszik, a kontaktlencsékre, valamint a sisakra is ki lehet vetítve a HUD. Minden videójátékban szükségünk van bizonyos információkra, például az állapotunkra, a fegyverek állapotára, amiket éppen használunk, értesítésekre, a küldetések feladataira, a kommunikációra és ehhez hasonló dolgokra. De a Star Citizenben nem akarják, hogy ez csak úgy ott legyen a képernyőnkön, a cél, hogy ezeket a játék valamilyen eszközre közvetítse nekünk. A 3.23-ban nem az új információkon, hanem az információk dinamikus megjelenítésén lesz a hangsúly. A kijelzők elemei a szituációtól függően tűnhetnek el és jelenhetnek meg. Kijelző különböző területekre lesz osztva a meghatározott elemeknek. Jobbra lent vannak a fegyverek, az irányítási tippek és az alacsony fontosságú értesítések. Ha több ilyen értesítés jelenne meg, akkor ezek felülírhatják egymást, és a legkevésbé fontos el fog tűnni. A jobb oldalon fentre kerültek a küldetés feladatok, bal felül pedig az új minimap is helyet kap rajta. Az új rendszernek köszönhetően időszakosan is elrejthetnek információkat, például a mobiglász megnyitásával az állapotunkon kívül mindent, vagy egy hajó lehívó terminálnál a tippeken kívül mindent. Az új kijelző azt is lehetővé teszi, hogy a fejlesztők különböző típusú feladatú sisakokat hozzanak létre. Ebből egyelőre a katonai sisakok és azok dinamikus célkeresztjei valósultak meg, a többi változásra a 3.23 után számíthatunk. A kijelző után az új loot menü jön, amin már jó ideje dolgoznak. A jelenlegi tárhelyrendszer kicsit átláthatatlan, és csata közbeni lootolásra sok esetben alkalmatlan és nehézkes volt, az új loot rendszer azonban segít azon, hogy a tárgyakat gyorsan átpakolhassuk magunkra. Az új verzióban a hulla vagy láda mellett az F gomb lenyomásával lehet felhozni az új menüt, ami egy leegyszerűsített megjelenítés a játékos és a lootolt felszerelésének. Felül a lootolandó felület, alul pedig a játékos tárhelye lesz. A páncélokat a loot menüben egy gombnyomással külön képernyőn érhetjük el. Ez azért van így, mert a Squadron 42-ben a páncélos cseréjére nem volt szükség. A menü olyan dolgokat is tud, hogy ha egy fegyverrel rávisszük a kurzort, akkor jelezni fogja, hogy ahhoz melyik tára kiegészítők használhatóak. A kiegészítőket egyszerűen fel is rakhatjuk a fegyverre a menüben. A különböző tárgyaknál lesznek gyors billentyűk is, amivel a hátizsákba rakhatjuk vagy a ruhánkra akaszthatjuk azokat. Lesz egy olyan gomb is, ami a jelenlegi, most ismert inventory-ra fog váltani, ezt inkább a tárgyak menedzselésére tartják alkalmasnak. Végül az összefoglaló utolsó témája jön, a vásárlás, ami most nem a kioszkoknál történő vásárlást jelenti, hanem azt, amikor közvetlenül a tárgyhoz megyünk. Ez a mostani verzióban kaotikus, sokszor nehéz kijelölni, hogy pontosan melyik tárgyal és mit akarunk csinálni. Ezután pedig feljön egy mobiglász ablak további információkkal, ahol jóvá kell hagynunk a vásárlást. Az új mobiglász bevezetését jó oknak tartották, hogy ezt a plusz képernyőt kivegyék. A 3.23-tól a tárgyon megjelenik egy kis ablak a plusz információkkal, majd gyors billentyűkkel tudjuk megvásárolni azokat. A billentyűt lenyomva kell tartani egy bizonyos ideig, hogy a vásárlás megtörténjen. A folyamat a háttérben történik majd, és csak egy értesítést kapunk arról, hogy sikerült-e az üzlet. Az alapbeállítás a vásárlásra a B lesz, de ezt bármikor megváltoztathatjuk. Jó hír, hogy a hajóbérlés is ugyanezen az elven fog működni. Ezzel az összefoglaló végére értünk, ha még nem tettétek, kövessétek rendszeresen a weboldalunkat, a starcitizen.hu-t, és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is, ahol hozzád hasonló emberek várják a Star Citizen újabb és újabb fejlesztéseit. A Discord szerver linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a Stanton rendszerben. Stilinski? Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski.